Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Miniszter úr, úgy tűnik, hogy Európa két táborra szakadt, azok táborára, akik valamilyen formában támogatják a háborús törekvéseket, és azok táborára, akik a békét és a tűzszünetet szorgalmazzák. Ez a legfontosabb kérdés ezen a választáson? Igen, valóban ez. Európa valóban ketté szakadt, és nem is a hagyományos jobb és baloldali tagoltság mentén, hanem háború és béke kérdésében. Persze más kérdésekben is, de ez a legfontosabb kérdés a következő időszakban, hiszen még nem volt soha ilyen tét, ami ennyire húsba vágó kérdés lenne, és most valóban háború és béke kérdésében kell döntenünk, abban, hogy milyen vezetői lesznek Európában. Mert hogyha most kimegy az Európai Unióba és megnézi, mi van Brüsszelben, ezt igazságügyi miniszterként meg is tudom erősíteni, sajnos hihetetlen pszichózis, háborús pszichózis van. Az európai vezetők háborús lázban égnek, szinte háborús uszítást csinálnak az egész Európai Unióban. Na most ezt meg kell állítani, ezt meg kell változtatni, és más irányba kell elvinni az Európai Uniónak a politikáját. És most lesz egy választás, és a legfontosabb, hogy egy ilyen választáson sikerüljön más irányba indítani el az Európai Uniónak a szekerét, a béke irányába. És én azt gondolom, hogy képesek lehetünk arra, hogy a következő választáson, a mostani június 9-i választáson meg is változtassuk az irányt, és egy békepárti irányba menjen el az Európai Unió. Ilyen legyen az új európai vezetés. Brüsszelt el kell foglalni, más irányba kell vinni, és el kell zavarni a háborúpárti vezetőket. Szentkirályi Alexandra visszalépett a főpolgármester jelölti indulástól, de az önkormányzati választás nem csak Budapestről, hanem a vidékről is szól. Az önkormányzati választáson miről döntenek holnap, vasárnap a magyar emberek? Elsősorban természetesen a helyi vezetésről döntenek, de nem mindegy az, hogy helyben mit gondolnak a vezetők, és milyen irányba segítik az országot tovább, hiszen ne felejtsük el, hogy az önkormányzatok is az államnak a részét képezik. És hogy a helyben is békepárti vezetők vannak, az segítséget nyújt a kormányzat számára, hogy tovább tudja erősíteni a béke pártját, úgy nagyon fontos, hogy azokat a helyi fideszes vezetőket támogassák, akik bizony a béke pártján állnak, és ebbe az irányba szeretnék vinni a helyi településüket is.